Fehérvári Tamás, a Tolna vármegyei közgyűlés elnöke osztotta meg gondolatait. Dr. Alacsony Mária csecsemő és gyermekszakorvossal és dr. Keller Margit fogszakorvossal együtt vágták át a nemzeti színű szalagot a projekt átadó ünnepségen. Csodálatosra sikeredett ez az átadás is maga, és az épület felújítása is úgy nézem, hogy elérte a célját. Különös tekintette, hogy ugye én is dombóvári vagyok, és egyszer-kétszer megfordulok itt azért egészségügyi okokból. Azt gondolom, hogy ez egy fontos területe volt a területi operatív programnak, hogy ilyenre biztosította az állam forrást, hogy ezeket a létesítményeket föl lehessen újítani, korszerűsíteni lehessen. Két ütemben közel 345 millió forintot forrásból teljes megújuláson ment keresztül a város második legnagyobb járóbetegellátó intézménye. Van végre sikerült a felújított orvosi épületet átadni, és elkészült az épület. Ez az épület már nagyon régeségre rászorult egy átfogó felújításra. Ezelőtt 3 éven volt lehetőségünk pályázni, sajnos az első lehetőség csak a egyharmadárából elegendő, így kétharmadára újból kellett pályáznunk, és gyakorlatilag két ütemben sikerült felújítanunk kívülbelülről ezt az épületet. Modern környezetben látják el a betegeket, a rendelőben decembertől. Az épület funkcióját is újra gondolták, jelenleg 3 részre osztva, külön egységekben dolgozik a gyermekszakorvos 2 védőnővel, a 2 házi orvos és a fogorvosok. Sokkal szebb, sokkal tisztább, kár, hogy nem 20 évvel ezelőtt történt, hogy átadták felújítva. A külső hőszigetelés, a nyillázárok cseréje, a fűtés korszerűsítése és az épület akadálymentesítése is elkészült. A mai elvárásoknak és technikai követelménynek megfelelő közszolgálati intézményt hoztak létre. Egy nyílt közbeszerzés volt, ami 2 ütemre volt osztva. Mind a 2 ütem tekintetében hála Istennek mi voltunk a nyertes kivitelezők, ez egyben nekünk a kivitelezés során is nagyban megkönnyítette az organizációt, mert másik cég után ugye sokkal nehezebb lett volna utána dolgozni. A megújult rendelő hosszú évtizedekig lehetővé teszi sok beteg színvonalas ellátását.